Boldog Bogdán Fiszilárd nagyváradi római katolikus püspök tiszteletére alapított, a hit szolgálatában elnevezésű egyházi érdemrendet adták át a nagyváradi székesegyházban a vértanú püspök születésnapján. Az elismerést idén Madarász Klára értarcsai hívő, a római katolikus templom gondnoka vehette át. Nekem ez a díj elsősorban Isten kegyelmét jelenti, aki olyan kegyes volt hozzám, hogy erre a szolgálatra meghívott, és ezzel is mutatja az ő jóságát, hogy azokat, akik az ő szolgálatára térnek, azokat ő megjutalmazza. Az egyház rendre szent embereket állít elénk, nem azért, hogy ünnepeljük őket, hanem jelként, az isteni kegyelem jeleként, mondta homíliájában Pálos István főesperes kanonok, a szentmise ünnepi szónoka. Adjunk ezért hálát érte, és minden jó keresztényért, aki helyt áll a maga kis életében, a maga kis szent feladatai között, és ugyanúgy jellé válik az egység, a szeretet, a kitartás, a bizalom jelévé. Böcskei László megyéspüspök azt mondta, azért alapította az érdemrendet, hogy Bogdán Fiszilárd élete, egyház iránti hűsége ne menjen feledésbe. Ma is ilyen küldetése van a keresztény embernek, hogy a hitben megerősödve példát adjon környezetének, másrészt pedig akkor, amikor átadjuk ezt az emlékérmet és érdemérmet, akkor köszönetünket, hálánkat is akarjuk kifejezni a kitüntetettel szemben. Bogdán Fiszilárd 106 éve, 1911. február 21-én született. A kommunizmus éveiben tanúsított diktatúraellenes magatartása miatt letartóztatták és kivégezték. 2010. október 30-án avatták boldoggá a nagyváradi székesegyházban.